Ajdúszoboszlón rendezték meg az amatőr válogatottak észak-keleti selejtező tornáját. A Lukács Tibor és Kis Tamás által irányított Szabolcs-Szatmár Beregmegyei csapatot 8 együttes játékosai alkották. A legutóbb a döntőről egy óvás miatt lecsúszó szabolcsiak, ezúttal semmit sem bíztak a véletlenre, mind a négy ellenfelüket legyőzve 11-0-ás gólkülönbséggel jutottak a döntőbe. Pont a Heves megyeivel kezdtük az első mérkőzést, ahol a csapatnak fel is hívtuk a figyelmet, arra, hogy 2 évvel ezelőtt azért a Zöld Asztalnál vették el tőlünk a torna győzelmet, és mindenki úgy állt bele a mérkőzésbe, hogy maximális koncentráció a figyelemmel és odaadással, és ez vissza is jött a pályán. Ugye ez, én úgy gondolom, hogy a torna során talán ez volt a legnehezebb mérkőzésünk, ez igazi kiki mérkőzés volt, de egy nagyon fegyelmezett játékkal sikerült 1-0-ra megnyerni a mérkőzést. Aztán a másik 3 mérkőzésen már abszolút azt láttuk, hogy mint csapatként, mint játékban egyre-egyre inkább összeért a társaság, és abszolút ennek köszönhető volt, hogy mind a 4 mérkőzést nagyon magabiztosan tudtuk nyerni. A döntőt a hétvégén rendezik Balatonalmádiban. Az edzőpáros a lehetőségekhez képest próbálja a lehető legtöbb információt begyűjteni a riválisokról. Próbáljuk fel térképezni ellenfeleinket, ugye a Pest megyéről ott már több videót is megnéztük, a Baranya megye, illetve a Komárom-Esztergom kicsit még fekete ló, mondjuk a Baranya megyéről annyit lehet tudni, hogy például a 2 évvel ezelőtt is ők nyerték meg, és abból a keretből most is 11-en a mostani keretnek is tagja, ez biztos, hogy nagy előny, illetve ők évről évre ott vannak a 4-es döntőbe, úgyhogy a Komárom-Esztergomról, arról kevesebbet tudunk, de természetesen minden információt megpróbálunk addig is begyűjteni, és úgy szeretnénk majd a mérkőzésekbe belemenni, hogy a játékosoknak olyan információkat tudjunk átadni, ami mindenféleképpen segítség lesz a pályán. A sorsolás végül úgy hozta, hogy a szabolcsiak a pénteki elődöntőben 15 órai kezdettel Baranya megye válogatottja ellen játszanak. A másik ágon Komárom-Pest megye mérkőzés rendeznek. Vasárnap a vesztesek a bronzmeccsen, a győztesek pedig a döntőben lépnek pályára.